Bozin Levente képviselő úr és Veres Pál polgármester úr az általam elindított fejlesztésekkel is kampányol, és ezzel gyakorlatilag azt gondolom, hogy félrevezeti a miskolciakat, és hogy mennyire arra egyébként álljon itt egy idézet, ugyanis többen szóltak nekem, illetve írtak a közösségi oldalamra is, és így a közösségi oldalamat idézem, ami egyébként nyilvános. Tisztelt képviselő úr! Kampányidőszakban jó lenne tisztázni akkor, kinek a ráhatására, utána járására, illetve segítségével lett elérve, hogy ezen utcák minősége javuljon. Mert sokunkat érdekel, hogy kiadjon ebben egy állásfoglalást, hogy kinek az érdeme. Mert Bazin úr is csak posztolgatja folyamatosan. Tehát akkor, hogy tisztázzuk. A honszerző, a Laudai Faller és a Kodály Zoltán utcák felújítása nem szerepelt Miskolc város 2024-re tervezett költségvetésében. Ez akkor került bele, amikor én egy három módosító indítványt nyújtottam be ezen utcák felújítására. Tehát nagyon egyszerű, és ez a három módosító indítvány egyébként, ennek a dokumentumai itt szerepelnek nálam. A felső sorokban lehet látni, hogy átvette őket a hivatal dátummal megfelelően. Itt van, hogy mikor vették át, tehát 2023. 12. hó 11-én 8 óra 35 perckor vette át a hivatal. Azt gondolom, hogy ez alapvetően rendkívül szomorú, és azt kell mondanom, hogy Bazin Levente képviselő úron nem csodálkozom, de Veres Pál polgármester úron annál is inkább, mivel a szavazatom nélkül ma Miskolcnak nem lenne költségvetése, és nem hogy ezek a fejlesztések, hanem semmilyen más fejlesztés jó eséllyel nem lenne jelenleg a városban.